Nyírbátori esen éven az 1922-es 23-as bajnokságban indított először futballcsapatot a település, és az elmúlt közel száz évben a második világháborús esztendőket leszámítva mindig volt labdarúgás a városban. A legutóbbi szezonban az NB3 keleti csoportjában szerepelt a Nyírbátori FC, úgy, hogy a 16 együttes közül a legrégebben a harmadik vonalban szereplőnek valhatta magát a Szilágyi Krisztián által irányított gárda. A 13 győzelemmel, 7 döntetlennel és 10 vereséggel 8. helyen befejezett 2018-19-es bajnokság az utolsónak bizonyult az Egyesület életében. Nyírbátorban a labdarúgást, azt egy önálló egyesület szervezte és működtette a városban amely az elmúlt években nagyon sok TAO támogatást kapott a létesítmény fejlesztésére, működésre. Sajnos az elmúlt nyolc évben felvett TAO támogatások egy részével nem tudtak elszámolni, és ezt az MLS és a minisztérium visszakövetelte az elszámolási problémák miatt, és az Egyesületnek nyilván nincs anyagi lehetősége arra, hogy ezeket a forrásokat visszafizesse. Ez okozta, ez okozza, mert ez még jelenleg is tart ennek az Egyesületnek a megszűnését, ezért nem tudtak már elindulni, vagy nem tudnak elindulni a következő szezontól a MB3-ban. De nyilvánvalóan a nyírbátori sportélet az több mint száz éves, ezért az itt lévő sportszerető emberek szerették volna, hogyha a futball nem tűnik el, akár még egy évre sem. Ezért alakult egy új egyesület, aki az alapoktól indulva, a várossal együttműködve a régi sportpályán újra szervezi a sportéletet. Amellett, hogy a felnőtt futball sem szűnik meg a városban, az utánpótlások kiemelt figyelmet fordítanak nyírbátorban. Az alapoktól szeretnénk építkezni. Az elsődleges cél, hogy a gyerekek utánpótlás nevelése az töretlen legyen. Azoknak a szakembereket a megtartását céloztuk meg, akik eddig is a gyerekek edzésében részt vett. Így az, az iskoláskorú gyerekek utánpótlás nevelése a Bozsik program az folytatódik. A területet ugyanúgy biztosítja a város, de sajnos a felnőtt csapatot azt a legaljáról a legelejéről kell indítani, tehát ebben az évben a felnőtt csapat az a megye háromban indul el, és szépen vissza kell a magát arra a szintre, ami a város múltjának, sportmúltjának, rangjának megfelelő. A Nyírbátori Elese a megyei harmadosztály nyírségcsoportjába csoportjába kapott besorolást, a Nyírbogát, a Kántor Jánosi, a Kisléta, a Mária Púcs, a Nyírsjászári, a Nyírdülaj 2, a Nyírjákó, a Nyírmihágyi, az Ófehértó, a Petneháza, a Pirice, a Ramocsaháza és a Vaja 2 társaságában.